Összedőlt a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium bentlakásának egy része délután 4 óra után. A nevelőnő szerint 6 diák lehetett az épületben az omlás idején, 4 diákot kimentettek. A katasztrófa védelem közlése szerint az egyik áldozat magánál volt, a második diákot eszméletlen állapotban vitték kórházba. A harmadikat újra kellett éleszteni, ő gerinctörést szenvedett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint Marosvásárhelyre viszik rohammentővel. A negyedik áldozatra is rábukkantak, biztos információkat nem tudni az állapotáról. A Hargita megyei katasztrófa védelem tájékoztatása alapján a leomlott tetőzet és fal mintegy 200 négyzetméternyi területet érint. A maszol.ro információi szerint korábban javítási munkálatokat végeztek az épület közvetlen szomszédságában, valószínűleg ez lehet a szerencsétlenség oka.